A Londonban született Maestro Gilbert Varga, a külföldre emigrált legendás magyar hegedűművész Varga Tibor fiaként először hegedűművésznek készült, majd a karmesteri pulpituson találta meg méltó helyét. A magyar származású világszerte ismert karmester a pécsi pannonfilharmonikusokat érdemesnek tartja arra, hogy a zenekarral végzett több éves előkészítő munka után életében első alkalommal hazai szimfonikus együttes élén vállaljon szerepet. A sajtónyilvános társulati ülésen elmondta, korábban már játszott a pannonfilharmonikusokkal egy hetet, és Bogányi Tibor munkáját is megismerte. Kiváló véleménnyel volt, ezért döntött úgy, hogy elfogadja a felkérést és vállalja a másik vezető karmester szerepét, ezzel a további fejlődés útját megteremtve a zenekar számára. Bogányi Tibor, a zenekar vezető karmestere, a közös munkára személyes szakmai kihívásként és egyben emberi megmérettetésként tekint. A 8. éve itt dolgozó karmester külföldi és fiatal tehetségeket hozott a zenekarhoz, ezzel az együttes szakmai pozícióját erősítve. Egy olyan szintű partnerség és kiegészítő elem és egy új szintet fog hozni a mi életünkben, amit lehet, hogy én nem is tudnék. Tehát így még jobban fogunk tudni fejlődni, és van egy 3 évünk, amikor megmutathatjuk, hogy bizony már olyan produkcióink vannak, amik a nemzetközi porondra egy az egybe adaptálhatóak, de így még több olyan produkciót fogunk tudni adni a közönségünknek, ami egyben egyenesen Berlinben, egyenesen Londonban, New Yorkban elképzelhető. A művészeti tanács elnöke, Morvai Ágnes elmondta, egyszerre élvezhetjük majd Gilbert Varga elképesztő tapasztalatának, letisztult és rendkívül konkrét hangzásképének és ennek megszületésére irányuló, megalkuvást nem tűrő szakmai munkájának, illetve Tibor lendületes, szuggesztív személyiségének és hihetetlen tehetségének minden előnyét. Páva Zsolt Pécs polgármestere az együttes jövőjét a színvonalának emelésében és a működési hatókör, ezzel együtt a közszolgálati feladatok nemzetközi kiterjesztésében, a nemzeti kulturális nagyköveti szerepkör elérésében látja. A pannonfilharmonikusok először tartotta a teljes társulat részvételével zajló sajtónyilvános társulati ülést. Ez a korszakváltónak nevezett esemény jelentőségét is hangsúlyozza. Ennek célját a magyarországi vezető zenekaroknál a stabilitás megteremtésében látja Horváth Zsolt, a pannonfilharmonikusok igazgatója. A fővároson kívül és létrejöhet egy olyan művészeti társulat, ami státuszkójában nem csak társadalmi elismertségében, nem csak a szakmai visszacsatolásban, nem csak a közönség szeretetében, nem csak a szponzorok támogatásában, hanem a kulturális élet státuszkójában is Magyarország meghatározó művészeti együttese. A következő periódus, amelyet közösen kezdhetünk, ennek a ténynek a rögzítésére, stabilizálására is szolgál. A két karmester más zenei érdeklődése gazdagítja a zenekar repertoáriát. A Maestro a korábbi nemzetközi karmesterekhez hasonlóan tovább erősíti a város kulturális rangját országosan és nemzetközileg is. Gilbert Varga januárban lép az együttessel közönség elé Pécsett.